az oldalakat, az ötödik meccse pedig, ha eljutnánk az ötödik meccsig, mert az Elton nyerné meg most a meccset, akkor az fog oldalt választani, akinek az összmeccs ideje a legrövidebb volt, ugye a győzelmeknél, az majd ugye ennek a meccsnek is a függvénye lesz. Viszont pikkésban nagyjából gyakorlatilag azt láthatjuk, amire számítottunk, hogy kék oldalról, eltoldráról elvették I'm Just Saying-nek a Dravenjét, kivették White, akit ugye említettem az előző meccsen, 100%-os vidrétje volt a mai három meccsen, és kivették Morganát, amit mindig bannoltak a Debrecen egyetem ellen, nehéz szó, míg Debrecen egyetemi oldalról bannoltak egy Pantheont, mert nem szeretnék látni az LT-nek azt az érdekes botlane stratégiáját, kibannolták Szerátot, amit folyamatosan láttunk, illetve amire számítottunk is, kibannolták Atroxot Taddeus kezei közül, aki mai napon egy 100% pickcore ban champion volt, ezt nem akarják mutatni nekik. Így viszont felszabadul first picknek Amumu, amit az Elten nagyon ügyesen el is happol a Debrecen Egyetem kezei közül. Ugye Amumu gyakorlatilag a Debrecen Egyetem junglének, PvP fannak, hát szinte az ikonikus pickje már gyakorlatilag így a versenyre, és ezt el is veszik tőle, míg láthatjuk a Sivir picket, ami ha jól tudom a mai napon szintén 100% pikkésban, ezt elveszik az LT-től mondhatni, mert ők leszítették prioritásban, illetve Karmával pár. És hát látjuk egyből elpikkelt az LT a Brown Bait, kicsit változatos. Még nem egy luxot látok, amit ráadásul rossz runával játszik, nem baj, ezzel nem foglalkozunk, de egy Brown Bait. A Vayne maga az a karakter, bocsánat, aki arra van, felformálját is lehoz egy jöjjött be, ez maga a mechanikai mechanikára fog ez épülni, ebben biztos vagyok. A Brown pick vegyedése egy nagyon jó hard engage választás, úgyhogy esetleg köcsönök esetleg a karma, hogy a Sivir ellépni magát könnyen fel tudják használni a Brown passzívot, illetve nagyon jól tud engage-elni a múlval együtt. Illetve a Debrecen Egyetem kiválasztott közben még egy Nikot, amelyet nagyon jól használta, remekül használta a Vithikóra, és ez a továbbiakban is nagyon remélhetek ilyen ultikat fogunk látni tőle, aki 3-4 embert ki tudott zónázni, egy csomót infetot, amit nyertek meg, akkor is nem talált be az ultia, de mindenki kiflashelt belőle. Az a zónázója, az így gyönyörű van. Volt. Az utolsó fightban ő pikkelte ki Taddeust, ugye Sivirrel, tehát bőven szép volt a teljesítménye Vithikórának azzal a Nikóval, úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy megint elő tud-e rukkolni ilyen teljesítménnyel. Közben ugye folytatódik a pick és ban fázis. Kék oldalról kiszednek egy Jarvant, ami szerintem jó választás. PvP fannak a Jarvanja nagyon jó volt, folyamatosan... Hát meg alapból a Jarvan Nikó, Mombokombo. A Jarvan Nikó, Mombokombo, de egyébként is PvP fannak a Jarvanja nekem nagyon tetszett. Jól szinergizált a csapattársaival, jól osztották be a CC-t. Tehát nagyon jól azt vettem észre, hogy PvP fan nagyon jól kommunikál a lénereivel, amikor genkerésről van szó, mert mindig szépen előkészítik a genket, például amikor Irelia-t genkelt top lane-en, stun bele az EQ-ba. Vagy nem tudom, midlén nem voltak még, azt hiszem Lissandra volt, amikor stunt bele az EQ-ba, folyamatosan visszatért azokra a lénekre, ahol már kiszedte a flash-t, tehát nagyon jól tudott büntetni flash nélküli léneket, és ezt elveszik a kezei közül, főleg azután, hogy ugye Amumut is kivették a kezei közül, tehát úgy tűnik, hogy a Debrecen Egyetem junglerét próbálják a champion pooljának a legszélére szorítani, és ez úgy tűnik talán sikerül is ebben a Kane formájában. Szerintem PvP font már láthatunk a Kane. Ez PvP font már láthattuk Kane-nel. Ez tipikus, ez a Julikon keretein belül, ez mint nagyon gyakran láttuk, ez a Vi, Amumu, Sejuani, Kane, de Kane Vine is magasan. És az is vicces, azt is érdekes És az is érdekes megnézni, hogy a Debrecen Egyetem pedig a pikkésban második körében szegény Mega Csupinak a Dog Champ Champion pólját próbálja megtámadni. Ugye beszéltük, hogy főleg tankokra ilyen figyelem, pressure, szivacs csempeket adtak általában a kezé között, ugye Maokai-on láthattuk a mai napon, Sion-t játszott, illetve nem emlékszem, mi volt még a harmadik championje, és szerintem ezeket a utility tankokat próbálják elvenni a kezé közül, és kicsit őt rászorítani a champion pool-nak a szélére. Azért érkezik majd midlane-re Taddeus kezé közé, amire nagyon-nagyon kíváncsi leszek, szerintem az a Nikó ellen ez egy jó pick, mert ugye az ultiával akár is tudja löpni magától, és most úgy döntenek, hogy nem adnak egy olyan tankot meg a csupinak a kezével, akivel majd csak el lesz majd valahogy, hanem adnak neki egy mondhatni carry champet Kennen formájában. Szóval nagyon örül végre, szerintem meg a csupi, hogy egyszerűen nem kell végre a szolgalint játszania, viszont egy elég even top lane meccsapot mondhatnék, viszont ami nagyon tetszik, hogy nagyon teamfight orientált a csapat, az elte csapat, mindent lecseréltek, amit letett, mindent lecseréltek, rájöttek, hogy nem vált be addig, amit eddig tudtunk csinálni, ezért most egy csere. Illetve ott az Amumu engage, Brown érkezik le közben a Kennen,
és semmi más dolguk nincsen late-game-ig eljutni, vagy mid-game-ig esetleg, esetleg eljutniuk, amivel a vén azért hátul tudja ölni őket. Az azért meg semmi dolga nincsen, farmolni, és mennyire meccset. A kérdés az, hogy ez mind szép és jó, amit te mondasz, és ez abszolút egyet is értek. A probléma az, hogy a mai napon ezt már nem először látjuk az LT-től. Nagyon jól tudnak late-game teamfightot draftolni, csak ahogy láthattuk, a mai három meccsből kettőnél nem jutottak el odáig. Bár igaz, hogy amit megnyertek, az nem is volt late-game teamfight draft, ha jól emlékszek. Tehát igen, papíron jól összerakták ezt a late-game teamfight csapatot, csak kicsit attól féltem az LT-t, hogy nem igazán láttuk még a mai napon azt, hogy odáig el tudnának jutni. És a Debrecen Egyetemnek pedig mondhatni már láthatjuk a mai napon megszokott ez az early kötőjel midgame-es összeállítását. Ugye nyilván Sivirrel van late-game-be is keresni valójuk, de nekik alapvetően inkább midgame-be van erőségük, illetve early game-be. Ugye Nico early game-ben is erős, ugye a range poke-ja miatt, azért általában még mana problémákkal küzd azokon a korai szinteken. Nár Kennennel viszonylag kiegyenítettebb matchupban van, ott inkább szerintem skill matchupnak mondanám, illetve a Kane is inkább egy ilyen midgame champion. Arra leszek nagyon kíváncsi. Piros. Kék. Piros. Kék. Piros. Kék. Ha érni akar valamit ebben az egész játékban, mert már nem azért, egy teamfight orientált kompozíciója van az LT-nek, és közben megnézed a Debrecen Egyetem, összerakott minden, mindenből egy pici. Milyen engage-ük van? Nico, kérlek találj be elve. Kérlek, nagyon szépen. Nem meg a nár érkezést. Hát nem, sajnos nem. Azért gondolok kék Kane-re, mert nagyon jól rátapintottál, nincs engage-ük, de valamilyen szinten a piros Kane sem engage. És hogyha nagyon jó a teamfightja az LT-nek, szerintem nem ez a válasz, hogy megpróbálod meccselni. Mert hogyha megpróbálod meccselni az LT-t a teamfightolásba, úgy érzem ez a kompozíció nem képes rá. A teamfightolása végtelenszer jobb az LT-nek. A Debrecen Egyetemnek Meganár körül kell játszania, flankiket kell találnia, stb. Egyrészt, másrészt az LT-nek nagyon-nagyon koncentrált a damage-e. Alapvetően Kennen is tud damage-elni, de a damage-üknek a nagy része Vayne-ben és Azir-ban van. És valamilyen szinten csak a Braum tud peel-elni, és ő is inkább ugye a projectile-ok levédésében jó, ugye a falával. És hogyha kék Kane-re alakul a PvP fan, ugye a Debrecen Egyetemnek a junglere, úgy vélem, hogyha a két high DPS célpontja közül valakit le tud burstölni, akkor még ha bele is hal, meg tudja nyerni a teamfightot a csapata számára. Ezért számítok kék Kane-re, illetve azért is, mert hogyha végignézel a csapatukon, sokkal könnyebb range stackeket szereznie. Ugye a solo lanerek range championök, a bot lanen az ADC range champion, és ugye az ellenfél junglere, meg a support melee, de velük általában ritkán skirmish, ezt már általában akkor akarsz stackeket szerezni, hogyha te mész bele a gyöngyre. És nagyon szépen mondtad azt, hogy hogy is mondtad, hogy egy emberre fókuszálódik a damage-ük? Hát ugye az Azir-ra, meg a Vayne-re. Igen, is ott van, de... Mondtad, hogy a flankekre, meg ahogy a Nico-ba tud ultizni. A Nico ulti, meg a Gnar flank. És jön az Azir ultival. Mindegyiket counterölő. Egyszerűen az LT-nek ezt a meccset kompozíció alapján nem illik kikapnia. Főleg a Gnar ellen mennyire ez jó. Így van. Ugye a Gnarral egyébként is elég nehéz körbejátszanod azt, hogy pont úgy időzítsd, hogy Meganárként érkezz bele a teamfightba, akkor ha Meganár vagy, olyan szögből érkez, hogy el tud őket kapni, és ugye nagyon jól rátapítottál arra, hogy az azért az meg azt mondja, hogy megnyom egy gombot és kész, ki vagy véve a teamfightból, mert egyetlen egy gap closered van Nárként. Jó, flash-sel kettő, de ha már ki vagy lökve, akkor onnan már nem igazán van visszajövő. És hogy visszatérünk ezt a nézőknek, szeretnénk kedveskedni ez a 3-3 netpincér kuponkóddal, ami 1500 forintos kedvezményt nyújt bármilyen vásárlás esetén. Annyit kell beírnotok, hogy felkiáltó olyan netpincér, amit szeretnétek. De még arra, még van még 3 perc, még nem érünk be. Még nem érünk be a játékba, addig lett, tudjátok, én utána fogjuk zárni. Szóval, ha minél kevesebben vagytok, annál több esély van. Értelmesen egyszer írjátok be majd. Akit nem sorsunk ki most jelenleg, ne aggódj, ne csüggedjen. Lesz még lehetőségre. Van még 4 darab kuponkódunk. Reméljük lesz még egy mérkőzésünk, egy 2-2-nél, az lesz az igazi harc. Én mindenképpen reménykedek benne, mert eddig... Szóval ne felejtsétek, kell még 2 perc valami visszaszámlásig, addig értük már a kuponkódot, szóljatok az ismerősöknek, barátoknak, hogy használják ők is, hát a szerencsétek lesz. Meg hogyha van kedvük, csatlakozzanak be a streamerbe, van egy érzésem, hogy megint egy érdekes meccsnek nézünk. Szerintem én az én pártatlannak kell legyek. Mi az, hogy kell legyen, az is vagy? Ez így van, de őszintén mondom neked,
Én kívánom azt a 2-2-t, hogy megnézném azt az igazi döntőt. Én is. Én kívánom az Eltennek azt a 2-2-t. Én is. Reméljük, én is. Meglátjuk, mi lesz. Aztán kiderül, hogy fog alakulni. Addig is, ha megnézzük, visszatérünk a meccsapokra egy kicsit? Lénenként, gyorsan átveszünk egy pár mondatot. Persze. Kezdjük top lane-nel. Kenan, Gnar. Egymás ellen tökéletes szerintem pick, kicsit a Gnar addival azért. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem is inkább a matchup érdekes itt, hanem az, hogy hogy döntenek a championök, mire buildelik. Ja, splitesre, igen, értem. Mind a két championt lehet mind a kétféleképpen buildelni. Kennent is, és Gnart is lehet pickelni split pusolással. Ugye Kennen esetében ez Gunblade-et jelent, és on-hit itemeket, és Gnar esetében ez mondjuk ilyen Blade of Ruin King-et, és ilyen split-pusolós atasztélyes itemeket. Még ugye ha teamfightra buildelnek a championek, akkor Kennen esetében ez a protobeltes AP build, Gnar esetében pedig a Black Cleaver tank build. Erre leszek kíváncsi, hogy milyen a runa választásokra nagyon kíváncsi ezek, hogy a Gnar mit fog hozni? Hát ott már kiderül. Grasped, Conqueror-t, Fleetfoot, Furket. Nem tudom, mi van még. Hát ott már kiderül, ugye, hogyha split-pusolásra akar menni, akkor valószínűleg PTA-t fog majd hozni, úgy van. Ebben a meccsában szerintem fölösleges ilyen lane domináns Gunnar rámenni, mint például az Eri. Tehát alapvetően én Gnar esetében szerintem egy Fleetwood Worker tudnék. Én a Gnar esetében inkább egy Fleetwood Worker tudnék elképzelni, és szerintem, ha jól tudom, talán azt szokták használni egy legáltalánosabban, hogyha nyitva akarod hagyni az opcióidat. Míg Kennen esetében ugye általában Kleptót szoktunk látni, mert ugye annyira könnyen tudja prokkolni E autóatakkal vagy Q autóatakkal, viszont ebben a meccsebben, hogyha ugye range champion ellen játszik, akár még ő is rámehetne mondjuk egy lane dominánsabb championre, mint például lane dominánsabb runára elnézést, mint például ugye az Eri. Most hát a közbeszólalok, még fél percünk is csatlakozunk az ingébe, szóval ne felejtjétek el azt, hogy ha még most beírjátok, hogy fel kell tolni a netpincén, akkor bekerültek egy sorsolásban, mert akár 1500 forintos kuponkódot nyerhettek a netpincér jóvoltából. Ez bármikor felhasználhatjátok, beírjátok, e-mailben meg fogjátok kapni a kódot, és egészségetekre. Fél perc múlva lezárjuk a szavazást, annyit kell csináltok, még egyszer utána elmondom, fel kell tolni a netpincér. Körülbelül fél percetek van még. Jelenleg 3-as sorsolunk ki, illetve hogyha még azon kívül lesz 4 kódunk, remélhetőleg lejátsszák a biót. Nem akár lejátszák, akár nem a következő meccs után. Ez így is úgy is ki fogjuk sorsolni őket. Úgy van, közben pedig rekord gyorsasággal be is töltöttünk az idéző szurdakába, ahova még a championok nem érkeztek meg, mert még üresnek tűnik az egész. Most már meg is kezdődik a mérkőzés. Ugye runa választásokat tekintve félig bejött, amire számítottam, mert ugye közben egy kis pauzat láthatunk, mert ugye láthatok, hogy Dury Rakan volt az, vagy nem, PvP fan volt az, akinek net problémái vannak, remélhetőleg most már minden rendben van, de mindesetre kicsit pauzot láthatunk, viszont addig tudunk arról beszélni, hogy ugye elnézést, amire én számítottam, az ugye Gnar esetében ott is van a Fleetfoot Work, ami ilyen általánosabb runa, ami nem mond el túl sokat, még így is el tudsz menni mind a két buildbe, attól függően, hogy hogy állsz lénen, hogyha nagyon stompolsz, akkor mehetsz speed pushba, hogyha even vagy hátrányba vagy, akkor mehetsz a, mehetsz a teamfightra. Még ugye Kennen oldaláról, meg a csupi oldaláról ott van a Klepto, ami ugye egy viszonylag általános picknek mondható, mert általában ugye Kennent Milik ellen szoktak pickelni, viszont ugye hát valamilyen szinten az idők felében Gnar is egy Milik champion, tehát még így is rá lehet menni a Kleptóra, mert ugye amíg át van alakulva Lovzie, addig ő is tud rajta Klepto stack-eket farmolni, ugye nyilván nem tudja nem farmolni és átalakulni Gnarral az alakját, mert ugye farmolni azért csak kell, hogy lehet, hogy erre számít meg a csupi, nem megy rá az extra lane dominanciára. Ami még sok információt mondhat el, miközben egy level 1 talán invédet láthatunk a Debrecen Egyetemtől, most viszont nem a tribusnál, nem, a midlénen észreveszi őket Tadeusz, tehát ebből valószínűleg lesz semmi. Ami érdekes lehet, és valószínűleg neked ad igazat, Zsolti, hogy ez egy red cane lesz, sajnos. Hát ez a kötelező meglépni a szörcsésre, kell a off tank. Igen, csak tehát, hogy
ugye, ami mondtam, hogy miért nem számítok Redkane-re, egyrészt azért, mert a teamfight-ja így is sokkal jobb szerintem az LT-nek, tehát szerintem fölösleges megpróbálni meccselni, nehéz hozzájutni azokat a Redkane stack-ekhez, mert ugye csak Amumu-val és Braum-mal lehet hozzájutni, akiket alapvetően nem akar targetelni, illetve még azt elfelejtettem mondani, hogy akár Redkane, akár nem, egy Vayne meg tud jönni egy teamfight-ban, és ugyanúgy egy late game azért, akármennyi healingje van. Mindegy, úgy tűnik, hogy nekik megvan a saját elképzelésük, és inkább megpróbálják teamfightásban meccselni. Ugye ezt árulja el, amit nem mondtam volna, a Conqueror Luna, hogy általában akkor az a Conqueror Kane, hogyha ugye Redkane-re akarod buildelni. És ez még valamit elárulhat, hogyha ebből próbálom még következtetni, azt, hogyha közben level 1-en Legacy, várják, hogy a bokorban betáll a kalmás matrapú, és még úristen. És amit ha megnézed, hogy a Kane farkasokon kezdett. Igen. Így nem is tudhatják, hogy farkasokon kezdett. Kiadott leash. Melyik side-on kezdett egyáltalán? Közben miért eléggé megbüntették ezeket? Hogyha úristen, szegény, eltérnek a botfényét, teljesen visszaforszolják, a karmok még nem talál be, viszont ha jól láttam, betalált a Sivirnek az oda-vissza kúja, tehát szegény Legacy-nak már el kell használni a potionjét, és még azzal is csak fél HP lesz. Nagyon-nagyon rossz kezdés ez az Elte botfényének számára. Hogyha úristen, kimegy az Ignite, miért nem autót akkor át, úristen, úristen, már csak egy autót kellett valahogy megölje, de nem öli meg, emiatt csak forszolja a healjét is Legacy-nak, és még valószínűleg haza menése is kényszeríti. Oké, és most már bocsánat, hogy közbeszólok, addig csak közben kisorsoltuk az előző 3 kuponkódnak a nyertesét. Annyit kérünk, hogy Whisperen írjanak nekünk, küldjék le az e-mail címet, és arra kérjük az e-mail, bocsánat, a kuponkódokra. Ez aki nem más, ez a Retz, alsó van a Shiro Hebi, illetve Yellow Star 7, illetve Vezier, alsó van a LOL. Kérlek szépen írjatok ránk a Whisperen keresztül, és küldjetek el az e-mail címeteket. Akit pedig nem választottuk ki, ne csüggedjen meg, hogy megkérdezi a meccs után. Nagyon-nagyon furcsáltam közben, hogy igazából Dörővekan tök szépen játszottam meg 1v2-t beleszélt a Legacy arcába, kiment az Ignite és egy autót a kijelzőt, hogy megölj, és nem volt meg. Nem tudom őszintén szóval, hogy miért nem kérdezett rá. Furcsálom, viszont közben PvP-fa belopta Amumu-nak a blue-ját. Itt látható, hogy nem adott ki információt arra, hogy honnan kezdett. Azt kiadta, hogy hol kezdett, mert ugye Kane-nál már nem lehet mint annó sírkéken kezdeni, mert ugye a midlane-es smite miatt hát a sírkék később érednek, és amiatt is csak az, a farkasokon. Később is jön, meg így alapból nem olyan érni meg szerintem. Hát igen, ugye gólemeket nem tudsz kiállni. Ez bevált, alapból nem kéne beválnia. Alapból egy normális meccsen ez nem válik be. Igen, nyilván ez az, hogy közben lovzja be, úgy torony apró alá, és... És pauz! Atya úristen, pauz! Bozja készül éppen átalakulni, és... Hallottad a sniper-t, hogy készül. Igen, már éppen alakul át. Őszintén szóval kérdezik, hogy mi lesz ebből. Mert szerintem, hogyha meg a csupira kimegy még két autót, és prokkolja a dupla vi passzívát, szerintem... Az a flash lesz belőle amúgy. Valószínűleg egy flash lesz. Csak nem így spameli, tudod, csak kíváncsi vagyok, hogy átalakul-e addig Lovzje, hogy még ranged formában maradjon, hogy ezt be tudja rá vinni. Most a pont a legizgalmasabb pillanatban állítják meg. Ami viszont mindenképpen érdekes, vagyis amit még elkezdtem az ESPA futatás korábban, hogy abból következtetve, hogy Conqueror-t hozott PvP-fan a Kane-nel, ugye azt következtettem, hogy Red Kane lesz, ebből pedig azt következtetem, hogy valószínűleg ez egy Black Cleaver-ös teamfight-os tanknár lesz. Mert miért mennél Red Kane-be, miért mennél bele teamfight-os build-e, ugye a Red Kane-ként, hogyha az a náradat speed push-ban szeretnéd tartani, tehát valószínűleg ezek szerint megpróbálják meccselni az LT-t ebben a teamfight-alásba, és ezt látom. Az az egyetlen lehetősége az, hogy megnyerik ezt a meccset, én azt mondom, mert hiába jutunk late gaming, nem lesz damage-ük. Nem azt mondom, hogy oké, és lesz damage-ük, de egyszerűen az Vayne azért talán mindig arról híres, hogy felfarmolgat és lehozza late gaming-be. Jó, de őszintén szóval mai három meccsből eddig mindegyik 25-30 perc fejeződött be. Szóval nem tudom, hogy mennyire kell félni a late game-től, az biztos, hogy ha eljutunk oda, akkor szerintem nem is kérdés, hogy ki fog nyerni. Mindegy, meglátjuk, mi az? 3-2-1 folytatódik, és meglátjuk, hogy top line-en flash-elnie kell. Meglátjuk, egy autót a két autónak! Úristen, késő flash-el, és épp hogy csak túlélte egy HP-val. Úgyhogy jó, érkezik a gank midlane-re. Elkapott egy kis stack-ot. Egy kis stack-ot. De érkezik az Amo. Szépen csináltam. Viszont ha már nézhet, Amo kicsit le van maradva, illetve most már az ő csángolja, nem fog menni élelmiszőnek, és közben...
Hát most ugye a botlane sutyerákot próbálják meg kontesztálni, ugye a topplane sutyerákot már elhozta Kane, és ugye valószínűleg ezt a botlane sutyert tudja hozni, közben a Karma duplájébe talál Sabira, akire megy egy kis pokus utána, és az a baj, hogy ezt a Momo nem igazán tudja kontesztálni, közben meg a csak egy visszatépézett tokra, azért tudja így kiszorítani Lozit, akinek forszolta is a flashét egyébként közben, és ha jól látom, még mindig él a sutyerák, de azáltal, hogy még botlane prioritása is van a Debrecen Egyetemnek, mind a két sutyerákot behozza PvP-ban, ezáltal az early game-ét teljesen kiveszi az Momo-ra. Ami egyébként sem kivételesen erős, de most már nem érkezik. A két sutyerák nélkül nem igazán tudsz nagyon nagy hátrányt jutott az Amunnak, még az Amunnak le kell dekkelni. 21 farmért az őszörnyel még csak most fognak feljárni, amíg Kane lesz, hogy vinni az ő egész jungle-jét. Le tudja trade-elni, és ha minden jól megy, végig tudja trade-elni. Hiszen inkább végig kéne menni az egészen, sok egy XP leaderen találítanak itt. És azért volt jó pettelés ez Kane-től, mert reset-elte a crack campet, meg a topside-ját, ami a lényeg, amiben a sok XP és a gold van. Ugye a botside-ját hagyta meg. Hát a BK-t nem Hát a békát nem szedte le, de ugye a legtöbb gold és XP egyébként is a krugokban van. A csirkékben nem tudom, több van-e, mint a békában. A csirkében az a kettőből a legtöbb. Úgyhogy alapvetően jól csinálta, és bőven előtte lesz, és ugye ezáltal nem csak a saját magát juttatja előnyhöz, hanem még fontosabb, Amumut lassítja le. És minél jobban le tud lassítani Amumut, minél lassabban tud eljutni addig a level 6-ig, annál jobban át tud venni a lénekre az irányítást, és láthatjuk is top lane-en 10 farmas elős Lobzénél, midlane kiegyenített, sőt azért Tadeusz vezet, annak ellenére, hogy most érkezik be a Minion Wave viszkutulának, amit ha lefarmol kicsit, talán egyenlíti azt a farmai, és top lane-en meg láthattuk, hogy borzalmasan áll szegény elte, ugye főleg Duryea Rakan Pókjának köszönhetően szegény Legacy folyamatosan a tornya alá van kényszerítve kevés HP-val, és már most az első plate-et is elveszik. Nem baj, semmi más dolog nincs, az eltének kiválásra játszani. Belépik a levelhatós szintet, mindenkinek legalább egy teljes szintet. Ó, és betalál a stun, és gyönyörű 1v1 után. Tudta, hogy meg... közben botlane is meghal Legacy. Nagyon szép volt toplane az 1v1, tudta Lovzia, hogy nincsen flash-e meg a csupinak, mert korábban forszolta. Ultiformában, hanem megaformában rácsúszik, és ultival neki csapja a falnak, megöli, és közben valószínűleg azt történt, hogy botlane, hogy Sagan Legacy próbál farmolni torony alatt, közben még a második tétet is behozzák, hogy ugye szegénynek csak most jött vissza a hírje, a flash-e is most fog visszajönni, és valószínűleg betalált még egy Karma Q és az Amidus Sane-nek is a damage-e. Olyan érzésem van, mint hogyha a csapatok nem nagyon tudnák azt, hogy hogyan kéne defenzívben játszani, amikor tudják, hogy egy losing meccset ott játszol. Hát igazából a tornyod alatt játszol már eddig is. Ugye, tehát ez, ami most történt, szerintem nem játszották volna meg speciál jobban az eltések, inkább a level 1 volt nekem nagyon fájó. Hogy Legacy ott sétált egyedül bele a tribusba, annak ellenére, hogy tudta, hogy kéne lejátszok, aki bőven tud list nélkül kezdeni, hogy utána majdnem megölte 1v2-ben Duryea Rakan, amikor besétált az arcukba. Tehát én inkább ott éreztem, inkább hibásnak talán az LT-nek a botlane-jét. Viszont az biztos, hogy ugye ez egy late game scaling botlane. Ugye ráadásul nem csak, hogy a AD carry mismatch van, ugye Sivir Vayne ellen, annak jelenti, hogy mondjuk egy Vayne-ben a Vayne jobb lenne, de még a Karma agyon pókolja szegény Legacy-t, akinek most ugyan van flash-e, PvP-ban próbálja pókolgatni, viszont érkezik nézően nagyon-nagyon szépen buszikulálnak az ultia, meg is ölik Legacy-t, akinek a kérje sajnos éttörőre van a landon. Érkezik be bent az ott, aki egy szép kétemberes útúval lefogja az ellenfélnek a szupportját és a midlényét, és meg is ölik PvP font, aki be volt kétszerítve ulti formában Tadeuszba. Közben, ha jól látom, Duryea Rakan el tudott menekülni a supportjának, az ultiának, nem a supportjának, az előszörnek a healingenek és az ultiának köszönhetően, viszont ez szépen visszafordította az ELTE ezt a play-t. És ha megnézed, Amumu kicsit beflash-el, ultizott, de mivel nem Amumu volt, hanem tanki Amumura megy, nem volt nagyon damage-es, és közben kiment a Sivir heal is, ha jól láttam. Egyszerűen... Hát jól látom, a Sivir heal az arra... Simán csak segíteni kellett volna a Karmát, vagy nem tudom, hogy csinált Karmát, azt kéne gyorsan megölni, az EU-t is tele tudták volna törlölni. Hát ő... Meglátásom szerint kicsit az Amumu... Tehát agresszívabban kellett volna menni utána. Nem, de pont azt, hogy nem, pont így volt az agresszív az Amumu, megnézted, mert beflash-el két ember közé, ultizott.
és nem tudta semmi, mert oké, és kijött az ulti, de nem volt damage hozzá. Nem tudta senki, nem tudott még valaki mellé damage-et kitolni. Ó, szegény Legacy. Betalál egy karmás mantra kú, és utána még egy MJ Szénynek is egy oda-vissza kúja. Látszik is, hogy... Nagyon-nagyon kell, se az azért, hogy sem megzartam a... Jó azért nézni, az komolyan... Öröm. Tényleg itt az azért, aki tudja használni az azért, az egy jó shuri murit. Egy jó shurima shuffle-t? Egy shurima shuffle-t, azaz. Meg itt nagyon hasznos lesz az azért, biztos vagyok benne. Meg ha megnézed, Tadeusz jól is kezel ezt az azért, az is lehetett látni, hogy nagyobb tudja a kombókat. Otthonosan mozog. Igen, tudja a kombókat, a limitjeit a karakternek. Jó használta ugye, azért meg lehet hosszabbítani a dash-t, hogyha dash közben húzol. De ugye azt használta meg, amikor azt használtam, amikor a genk elől kellett elmenekülni. Viszont ha megnézed az első dragon, egy infernal dragon, hogyha ezt eladják valahogy, valami nagyon nehezen eladják, és közben érkezik a dive-tapon. Meg a csukinak van ultia, viszont PvP-nek bemegy az ultia belé, közben lovzja szépen tankolt elnézést a tornyot, és ki tudott ugrani a range-éből. Ez legalább két plating lesz, srácok. Van Bentas bot, megmutatja magát, viszont most alakult át meg a lovzje. Még akár őt is le tudnak bevonni, viszont érkezik midlénre szépen a Róm, midlénen, vagy ennél is botlén, a Dörüljön Rákának nincsen dash-e, ezért nem tud elmenekülni. Szabinak érkezik az ulti, amit nagyon-nagyon szépen special erre I'm Just Saying, aki csak most útizik le, talán egy picit később már fejtettem, hogy ő is meg fog halni, viszont még így el tud menekülni. És szépen válaszol az ELTE a top lane tére követően. Látta, hogy top lane-en play-el most a Debrecen Egyetem, és ők pedig azt mondták, hogy oké, akkor most meghozzuk a ramaszt bot lane-en, és odaadják a kill-t. A második kill-t már az írnak. Éppen az az, hogy próbálnak segíteni a vénynek, hogy egy kicsit könnyebbé tudják tenni neki azt a laning fázist, mivel egyszerűen Sivirán nem tudja nagyon tartani, és ha megnézed az itemeket, a Viltert fog kezdeni a vén, mint az megszokott, illetve a megnézett Sivir, azt hiszem Sivirán fog venni, ami jóval erősebb még jelenleg. Jelenleg az item százszor erősebbé teszi a karakteredet, mint egy Viltert. Hát egyáltalán igen. Az biztos, hogy 1v1-ben gyengébb vagy Vayne-nél, mert Vayne az egyik legjobb 1v1-es champion, főleg, hogy Sivir special-jével semmi. Meg azt mondom, még az egy itemnél mindig megveri a Sivirt. Hát utility szempontjából, teamfight szempontjából, wave team szempontjából... Meg ezt a részbédje. Meg ezt a részbédje. Viszont top lane-en 1v1, nem, top lane-en sosincs 1v1, betalál Gnárnak a lefogása, és utána az ultival is még visszatanulhozza meg a csupit, BUP-t vannak a váró kezeibe, és be tudják kezdeni a top lane kill-t, viszont erre nagyon szépen reagálnak, hogy a... Belopta! Úristen! Nem volt smite-ja bent a sprotnak, nem volt smite-ja, most nézem csak, hogy fél cooldown van, és még viszik volna forszolja és Szabinak a stopwatch-át, bent a sprot visszafelé megy, meg fogja bosszulni azt a felopott sárkányt azzal az ultival, lefogja viszki coolát, akik megölnek, kevés HP-val még el somfordálonban, viszki cool, nem, drillnek, ami próbál besétálni, viszont Tadda jó ég, belesétálsz két surima, ótya, úristen, két surima katona arcába, azok nagyon fognak verni, I'm Just Saying-nek ki kell feselnie, és drillnek pedig az életét kell adnia, szerintem azt nem gondolták. Ó, van heal, van healet! Ezt láttad, hogy nem tudtad, hát ez fura volt. Úgy van, I'm Just Saying-nek volt heal. Az autótaknak számít, azért nem tudták vele. Igen. Ezt betalálta a lassítás. Legacy-nak nincs elég manája, hogy visszalökje a Vayne-elvel, viszont közben, ha jól látom, letépézett Lovzje, aki blokkolja a W passzívját Szabinak, aki a gárdénye még egy picit életbe tartja, viszont utána Legacy, úristen, a healjével épp hogy csak el tud menekülni, nem hiszem, hogy eltalálta volna a PvP fanak a W-je, viszont túl tudja... Hogy ez Tadeusz, mi esetben veszel életem? Hát szint. Lovzje! Nem, ez az azért, le tudja bépkélni ezeket, szerencsére. Ráadásul van olyan erős, hogy ezt le tudja bépkélni bőven, az, amíg a Vayne be fogsz kélelődni. Én ebbe bízom. Az a baj, hogyha Gnár elmész spitálni, azt aki nem tudja tartani. Hát jelenleg nem. Ó, viszont nagyon szépen érkezik a fal, agy gyönyörű. Nagyon-nagyon szép volt Bentas Brottnak a falon keresztül érkezés onnan a csirkekemből. Lefogta a Dörüljön Rákánt, és utána pedig Tadeusz is nagyon szépen érkezett a dupla kombóval. Utána még biztos bekanalazza a tornya alá Dörüljön Rákánt, hogy garantálja kill-t. És 6 kill-ja van az ELTE-nek, mind a 6 Tadeuszon, és szerintem ennél jobb helyen nem is lehetne, mert amit az ember jelenleg művel azon a championon, azt öröm nézni. Ez egy olyan meglepő, hogy... Óha! Viszik kula, próbálja lekirálni a kérdéseket. Na még bocsánat, ami fura nekem az, hogy nem teszem az itemnek, ami vitte. Luden? Vagy tudod, az iron megszokás, hogy most a mesotot kezded, utána lesz egy morálot és egy rally light, meg ilyeneket. Ó! Azt mondom,
Azt mondom, hogy bevált neki, folytassa a csekit. Kétféleképpen szokták bildelni az írt, vagy azonnal Nashor's túltot rásolnak, hogy azonnal rámenj a DPS-re. Viszont, hogyha nincs annyi tank, amit le kell DPS-elned, rámehetsz a Ludendre is, ami egyrészt megoldja a korai mana problémáidat, amivel azért szokott küzdeni early game-be, ugye a katana idézéssel és a mozgatásokkal. Az egész meccsen amúgy mana problémával küzdeni maga a karakter. Hát, így végül is igen. Loop game, late game-ben már ugye kevesebbet kell folyamatosan használni wave-clearésre, talán azért nem tűnik fel annyira, de igen, azért. És amely nézem, van mehetnek nagyon túlkozó a tóra, hogy megkapnak egy súlyomás elfordulni. Ugye még jelenleg nincsen útja a Taddeusnak, viszont már csak másik veszélykérésre legyen. Közben lovzje. Nem talál be a stun, csak a húzás, úgyhogy ezt még akár meg is tudja fordítani meg a csupi, ha érkezik nagyon a csapata, erős. Viszont nem érkezik a csapata időben, úgyhogy elengedi. Viszont hát láthatjuk, hogy le tudta fél HP-zni csak úgy meg a csupit, és ugye olyan előnyben van ez a nár, gyakorlatilag olyan előnyben van a nár Kennenhez képest, mint amennyire Taddeus előnyben van. Egyedül nem tudja tartani. Csak egyébként, nagyon szép flash lefogás Brentasbotot, Dörő Rakan valószínűleg nem fog tudni elmenekülni, mert Taddeus nagyon-nagyon szépen egy autót, a kéne lassítás bet rá, és nem nagyon szépen beszedi a Shurima katonával, és talán még próbálták visszafordítani Taddeus irányába a szemlédet. Nagyon le akarják shutdownolni, bemegy a smite, a lassítás, gyönyörű ultival PvP fan leköveti, és már érkezett a fal, és talán még Szabit is magával tudja vinni, nem, érkezik Brentasbot is. Ez a baj, vénkező bottom farmol. Vénkező bottom, így a farmol. Topon nem tudják tartani azt a magatnál. Viszont Lovzi megint megkapta az ultiát, ugye nagyon... Nagyon alacsony cooldownon van az a meganár ulti, mert ugye az átalakuláshoz van kötve, és ugye gyakorlatilag cooldownon használja el, hogy folyamatosan kiszorítsa lényből megacsupit, ami szerintem jó választás, mert megacsupi sokkal könnyebben be tud csatlakozni teamfightokhoz, mint egy nár. Nárral, ugye ahogy említettük, bocsánat, idezítened kell az átalakulásodat, az ultidat, a flankelet, míg ugye Kennennel jössz, protobelt ulti és már ott vagy gyakorlatilag. És emiatt, hogyha 1v1-be el tudja izolálni és ott leszedni a tornyát, még így is, hogy teamfight build-el meg tudja ezt tenni, ez egy gameplay Lozzi-től. És láthatjuk, hogy közben egészen kiszorítja a jungle-ből Bertasprotot, érkezik a Karma Mantra Q is, és dobta végvel, le is tudják talán follow-up-olni, nem? Viszont érkezik meg a csupi, akinek nincs ultia, viszont csak annyi dolga van, hogy belassítsa, kimegy a kill Brentasbotra, viszont nem biztos, hogy az egyik lesz, viszont érkezik a segítség a Debrec Egyetemtől, meg a csupi átvesse a falon, hogy túlélje, viszont elkapják Taddeus, aki próbál menekülni, és a Red Buff vitte el, ha jól láttam, leshutdownolják másodjára a debreceni remlézés az LT-nek a carry-ét, Whiskey Cola, vagy nem elnézést, Legacy próbálja lecsészelni Whiskey Cola-t, akinek muszáj átvesselnie, hogy Legacy ne érje utol azzal az ultival és azzal a felerősített passzívval, és látjuk, hogy ez a Vayne erős, de nem annyira erős, hogy az érkező PvP fan túl tudja élni. Ha jól látom, az még mindig nem egy átalakult Kane, ugye 3-1-5-ben van, szerintem még mindig várat magára, hogy átalakuljon, szerintem már bőven át tudja alakulni, amennyit fightolt mostanság. Csak várja a retkeny szépen. Az is lehet, és láthatjuk, hogy még így is átalakulatlan volna mennyire erős, és de Bentasport már sokadjára nagyon szépen betalálja a Q-t, viszont gyönyörű a Lozzi-nak a kétemberes lefogása. Nem tudják tartani egyik szájdénen se. Egyedül azért tudom, mit csinál, de azok bemennek hárman, mert tényleg van egy csak a szibirkal, és kipókolják őket. Simán kipókolják. Hát ugye Taddeus próbálja tartani a csapatát, de az előbb is láthattuk, közben esetleg magával tudja Szabit vinni. Nem. Az előbb is láthattuk, hogy Taddeus próbált segíteni a junglerének, hogy megvédje a kékét, de egész egyszer hamarabb kollapszolt rá a Debrecen Egyetem, ugye a saját junglerjében, és shutdownolították. Nár épp csak centivel kiszámolt lefogását. Az a baj, hogy Kennennek tartani kellett volna 1v1-be, nem kell, túlságosan elbukta sajnos a top lane-t, illetve botton az a level, amit mondta, hogy becsízelték őt a bokorba, és hát ez számítható lett volna, és igazából hát egyedül ment, a bromot lett volna, beprocedott volna rajta a Guardian. Meg ugye a passzívval vissza is fordítják. Talán visszafordítják, jó, az nem biztos, hogy visszafordítják, de nem biztos, volna. De lett volna esélyük, és kiegyenlítettek volna, de igen. Tehát ez, igen, ez a tipikus esete, hogy nem mindig sétálj át vakon a tribuson, ha még igen, legalább a szintportot legyen. És közben PvP fan át is alakult, megvan a Red Kane, megvan a, hát szerintem ez a Power Spike Red Kane-nel, Warrior Enchant és Black Cleaver, átalakulás 18 percért, ennél többet szerintem nem is kérhetnél, megvan még a Mercury Threads is, hogy az a nagyon sok CC-t, ami érkezik az LT oldaláról, azt ugye
le tudja védeni, és hát hogyha Tardos nem tud nagyon nagyot alkotni a következő teamfightból, ez lehet, hogy kicsúszik a kezék közül. Ó, viszont közben Legacy-re érkezik Lozier-nek a stunja. A visszatolás nem stunolja egy falba. Ó, még egy autótak, Flash autótak, heal, dupla V nem talál be. Szépen játszotta meg Legacy, Flash heal-jét el kell használni a Delegrán fújját, és Lozier-nek is forszolta a Flash heal-t és az ulti. Igen, és közben Nikotopja tolja topot. Mindenhol tovább a fogásnél nekem is nincsen minimális egészmérjük nagyon. Mégsem nem, nem vitték be. Nem vitték be, mert... Nem, neki, ahogy mondtam, nem volt minimális, igen. Igen. De közben Gnar boton, szeli a top. De azért látszik, hogy szép lassan kiszorítják őket. Top lénen, lefél HP-zte meg a csupit viszik óra. Bot lénen, Lovzie kiforszolta a flashét és a healjét Legacy-nak. Mid lénen pedig Taddeusnak folyamatosan lemanázzák. A blue buff ott van bent az boton, ami ugye Azir-on lenne a helye, és nem tudja már tartani, haza kellett mennie, hogy a manáját viszik. Úgyhogy nem ment haza elnökségemet. Ó, viszont közben úgy tűnik, hogy elkapták I'm Just Saiyan-t, aki ugye az Ignite-tal magával tudja még venni ezt a killt, viszont Taddeus valószínűleg még ezt a killt is meg fogja takarítani. Úgy van, double kill, és 10-2 van az Azir. 10 killből 10 az övé. Taddeus nem engedi ezt a meccset. Nem engedi ki ezt a csapatát. Ki akarja használni azt a B-oltot? Úgy van, viszont talán Szabit már nem tudja megmenteni az érkező halálból. TVP-t van, úgy van, hogy rámít légy a valamire, és Taddeusnak ott kell hagyni a supportját, hogy... Hát a Vince-nek sikerült befejezni a bioterket, közben Sivir fogja megvásárolni saját magának a Infinity-t, ami elég nagy előny, már így is alapból erősebb százszor. Nagyon el kell húzni ezt a meccset, srácok. A Tadeuszon múlik az egész. Ha nem tudják el catchálni, nem kap egy annyi akkora pókot, igazából Human is, nagyon nagy engage-ük, ha megnézed. Tehát és Tadeusznak azért a renget nagyon nagy long range-be tud farmolni, wave-clearálni. Azon viszont az objektívéket nagyon pénye akar egyszerűen. Meg ami tetszik kicsit nekem a Debrecen egyetem play-ében, hogy tudják, hogy Tadeusz egy megállíthatatlan állat ezen a meccsen, és nem rajta keresztül próbálják átütni magukat, hanem a side-déneken. Vayne-t egyvégezi le Lovzia bot-dénen. Meg a csupit egyvégezi le Whiskey Pool a top-dénen. És ez tetszik nekem, hogy felismerik, hogy Tadeusznak a közelébe se akarnak menni, mert megeszi őket reggelire, és inkább megpróbálják széthúzni a csapatot és ott támadni az LT-t, ahol gyengék. Addig van idejük bármit is csinálni, amíg nem szedik le az egyik inhibitort boton. Vagy topon. Bármelyik, vagy minden még van szó. Mert az egyszerre Tadeus tudja levét. Egy darab inhibitor beesik, az egész map control az ellenfél lesz. Egyszer kilépnek, Vardon átsétálnak és halottak lesznek. A neutrális objektőket könnyebben el fogják szedni tőle. Igen, ezt nagyon jól mondod. Wave-nek nagyon rossz a wave feed-je. Kenan gyenge ahhoz, hogy lehet ugye wave feed-je. És ugye nem az build-el, ugye teamfighters a build-el, ha még esetleg lenne hurrikánja, meg ilyesmije ugye az build-ben. És ugye Tardos lenne az egyetlen, és ő a legerősebb, és hogyha wave feed-ezése van kényszerítve, akkor úgy van, ott már valószínűleg elbukja az elte. Ezt valószínűleg mindenkinek ezt szeretném megállítani. Így van, és közben én próbálják farmolni, de azok meg az a Rage Blade, az nagyon messze van. Már sem biztos, hogy Rage Blade-ot ad belőle. Jó, nagyon szépen ellöpi a csapatától meg a csupi Lovzie. Kimegy a két ember ezt támni, Szabi még próbál az útra időt nyerni, hogy már vissza kéne volni. Bertas Gold arra szól, hogy esetleg eszik még valaki, viszont érkezik a Red Kane oldalról, feltökölítják a teamfightot, meghalt meg a csupi, meghalt Bertas Gold, meghalt Szabi, és annak ellenére, hogy Tadeus elképesztően erős, még talán rá tudják folytani a killt, PP falra nem, ki tud jönni a stunt időben, mert van Mercury Threadze, viszont ez meg Legacy-nek az életébe fog kerülni. Isten, azért nagyon sokat damage-el, de az a baj, hogy nagyon-nagyon nehéz a hátizsák, amit kerízni kell. Ó, viszont közben szépen ráfordul Daryl Rakanra, akire forszolja a flash-ét. Infernal, mi más jönne ilyenkor? Mi más jönne? Ez az Infernal sárkányok napja, gyakorlatilag a második Infernalját fogja bekebelezni most ebben az egyetem. Az a mérkőzés arról szól, Tadeusz meg tudja tartani azt. Most egy flash-ébe fáj, amelyet bejött mikor is beflash-ultizott. És közben megint elvittek egy Infernal, a Vayne, ráadásul majd tudom, Phantom Dancer fog benni, hogy kicsit trapot tartson. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak sajnos, és majdnem 10.000 goldos hátrányban van a 22 percben. Addi tudják tartani ezt, ez nem rossz. Egy Vayne-el meg egy Azir-ral nagyon le lehet olvasni a Baron, tehát annak ellenére, hogy hátrányban vannak, azért vigyázniuk kell, mert annak ellenére, hogy ez a két DPS éppen nem ügyi a Baron, most csatlakozott a Tadeus, ezzel a két Champion-nel nagyon-nagyon le lehet DPS, és ha meg is kezdik, 7000 HP-n van, viszont érkezik Lovzie, próbálja őket lepukolni a Baronról, igazából nem muszáj teamfighterok erőt, hogy csak leszedik őket a Baronról, érkezik Legacy, meg a Sopi próbál útira bemenni, nagyon szép a két ember ezt stunt bele a zonyába, és érkezik, viszik tőle a 2-es idézőt.
lefogása, és annak kéne, hogy Daryl Rackman az életét adja, ez egy support, egy top laner trader szerintem, és plusz megálltottak a Baron Tisztor, szerintem ez bőven zsebbe teszi a tetecsonyokat. Victor szóval nem tudnak, hogy nagyon jól bírt, főleg azzal a fecilírrel. És ha megnézted, de rengeteg Magic Resist-je van Lobzinek, nem ütött bele semmit az azért. Ütötte, de mire az egy kis idő. Ó, közben viszont I'm Just Saying kapcsolja az útját, és ebből Gil Jelly, nagyon szép PvP-nak a Flash W-je felüti Taddeus, és Tadbaki a Fezzi, viszont gyönyörű az Amomobot is, rákontrázva lefog 3 embert a backline-ba, talán Legacy tud a leget DPS-elni, tolja, autortak, még nincsen részbegye, de próbál DPS-elni, Lobze pont a tökéletes időben alakul át, ezért nem tudja megölni, mert megkapja plusz HP-t a megaformából, színak a fájdalmára magával. Viszont kellene ulti van, ha jól látom, meg az kicsit meg tudnád tartani esetleg azt, hogy nem tudja belopni semmi is, mert nem csak hogy ne tudják leszedni a baront esetleg. Addigra talán biztos tud jönni. Kérdés, hogy egyáltalán akar-e baronozni úgy a Debreceni Egyetem, hogy a DPS-ük ugye nincs ott I'm Just Saying-nek a személyében. Ugye Whiskey Cola is jól tud DPS-teni, annak jelenti, hogy AP-t build-el, mert azért a W így is AP-ből szkélálva jól tudom, tehát még azért van rá DPS-ük, illetve ugye Lobzé is tetszik a build-je, mert ilyen Phoenix Pinfight-os, Felix Pinfight-os, mert ezzel a szendes Hexdrinkerrel tud egy-egyet is nyerni, mert ugye az LT-nek mind a két szóró lénere mind a két szóló lénere tudja meccselni, illetve ugye a teamfightokban is a nagy sok megyek az miatt egész tanulás. Nagyon tetszik azt, hogyha megnézed, azért a Tadeus kilépett egy voice staff-ra, ami tudja azt, hogy most már dimidzselni fog belé. Eddig nem volt meglepek a voice staff, ha jól láttam. Most már lesz dimidzse arra, hogy meg tudja ölni azt a Gnárt a bejel, meg Gnár nagyon megy előre. Igaza van, 9-0-ában ennyit kell csinálni, és igazából még mindig nem szedték be az enyik inkbot. Ez a fő, ez lenne az, hogy végleg tönkre tegyék azt, hogy a Vayne be tudja azt kérdődni, illetve az azért is még erősebb legyen. Ugye egy imitot beszednek. A probléma az Tadeusz számára, hogy túl sok mindent kéne vennie. Szüksége van Void Staff-ra a sok Magic Razor-ra. Szüksége van Morellóra, hogy a Red Cane Healing-et shutdown-olja. És ugye a Karmából érkező Ardent és... Athénéből érkező healinget. Arra is szüksége lenne Rabadonra is, hogy a damage-ért tudja kerizni, és az a baj, hogy nincsen annyi goldja jelenleg, ezzel a void staff-val inkább DPS-esebb, tehát a frontline tudja könnyebben leolvasztani. Már is tudta egyből vissza kellett fordulni. Van flash-e. Kiment a stun, viszont bement a dupla ember zasítás, kiment az exhaust is, kérdés, hogy vissza rinkóban. És nem ér oda vissza a Dörrélekának a shieldje, 1000 goldot kapott. Na ez amit nem szeretnél látni a Debrecen Egyetem oldalról. Nagyon szépen shutdown-olt a Legacy. Ne, és az elején látta az első két hitnél, az olyan, hogy semmi, az jött a harmadik. Általában Vayne-el nincs szokott lenni. Ugye ez egy... A lentitben azzal, amit számítottunk, ez nem egy Rage-Blade másik item, hanem... A Phantom Dust-t fog venni, gondolom, hogy tudod, a damage-et levédje, ez egy plusz időt fog neki adni. Így van, és láthatjuk, hogy azért bejöttek a kritikot lépjébe, és szegény Gyuri Rakan a mai meccse már sokatjára a csapatán kívül helyezkedik. És a Vayne legjobb helyre került. Tökéletes, gyakorlatilag ételházhoz szállítás. Szóval... Ne felejtsétek a kódot, nem sokára kisorjuk a következő még kódot. Igen, szóval gyakorlatilag ez érkezett a Dompapétől, vagy a Pizza King-től a tálcán a Daryl Rakan killje oda Legacy-nak a szájába, aki meg is ette szépen, és be is fejezte a Phantom Dancer-t, úgy, ahogy mondod, és ha jól látom, talán most építi majd harmadik itemnek. Hát ugye abból a Rickert bolgul valószínűleg... Felkeltő netfincer, imádom, téged. Remélem kisorsolunk el közelebb. Úgy van. És ugye kezd ez a Vayne visszajönni a meccsbe. Ha megnézzük a goldállásokat, már a CV-hez képest nincs is lemaradása szinte, csak egy 1000 volt. Ó, viszont gyönyörű volt Rozzitól az a beugrás, 4 emberes visszahúzás, bele Whiskey Cola-nak az ultiába, és talán úgy tűnik, hogy meg tudják folytatni ezt a teamfightot, még nem halt meg senki, és nem is fog meghalni senki, viszont atya úristen, nem tudom, hogy ekkora bombasztikus engage után, hogy nem halt meg senki, viszont úgy érzem, hogy a HP előny így a Debrecen Egyetemnél van, az LT-nek kell hazamennie, és ugye a Debrecen Egyetemnek még mindig rajta van a baron buffjuk, tehát most még ezt a minion wave-et bepusolva még talán rájuk tudja szidzseni. Gyönyörű play volt ez Lovzjétól és Whiskey Cola-tól, hatalmas. Bombolt látom. Közben ott volt lerakta az azért a passzívet, mert a tornyot, és meg az is ütött őket. Szóval ott van az Ocean Drake, amit el kéne vinniük ahhoz, hogy hosszabban tudjak harcolni, és ott lehet, hogy visszaidja őket, stb. Például ilyen fight-ok után. Így van. És ha mellett rájezzünk a goldra, egy ezzel sem van, csak nem maradva a Sivirtől a Vayne. Igen. Nyilván ugye a Sivir is erős lépjében. A top lane a difference, bocsánat, még egyszer, hogy mennyit nekem.
persze. A top lane, a top lane a nagy difference, majdnem 4000. Sőt, több is. Meg nem csak a top lane-ben, majdnem ugyanakkor a hat. Jó, hát jó, én az farm szimulátort játszik, de na, és az erős is. És tanki lesz, az a morál az nagyon kellene egy a csapatnak. Úgy van, lassan építi a Guardian Angel-ét is. Tehát, hogyha az a PvP van beszalvozóban a backline-ban, valószínűleg nem lesz. Ugye nem is Morello képít Tardeus, hanem Zonyát kezdett ebben. Ott látom, hogy van valaki, de Vayne nincs ott, Vayne nincs ott. Ó, a PvP van, ó, gyönyörű három emberes fejlakás, gyönyörű whisky kóla lefogásba, megint hatalmas szinergia a Debrec Egyetem oldalról, és hip-hop, szép PvP van flag után, három kiles, és még ráfessel Tardeusra is, akire még a Jotron van útja, bele tud menni. Milyen hírt kapott? Nem, úristen, nem milyen hírt kapott, viszont ráment a lefogás Legacy-ra, aki túl tudja élni. Épp, hogy csak nem találja a boomerang is, még nem volt készen a Guardian Angel-je PvP fannak, tehát talán egy kicsit túl mélyre ment, de láthattuk, hogy egy szép flanken mennyire gyönyörűen le tud... No, egyszerűen a PvP fan is fizikóla között hatalmas a szinergia, meg mondjuk Lovzia is fizikóla között is, annyira jól irányítják össze a képességet ebbe a Nico AOE-ba, hogy ezt szerintem örömmel. Hát a saját csengőben elütött a kettfordin mindenki folydalat. Igen, ugye mögé érkezett a PvP, vagyis utána a három emberes lefogást, és Legacy-t elkapta, ha már Whiskey Cola-t ennyi dicsértük, betalál még a lefogást, és a minyonokon keresztül előzett. Az a durva, hogy Whiskey Cola a mai nap löblankozott, az nem volt annyira meggyőző, viszont... Igen. Ez a Nico Play, az előző meccsben is nagyon durván jól játszott, és az most a mostani meccsben is szintű. És nem is csak az, hogy szóló kerizik, mert alapvetően nem nyeri a lényét, meg most is igazából hátrányba volt Tardeushoz képest, de inkább ami tetszik az ő játékában, az, hogy annyira jól szinergizál a csapattársaival, annyira jól kötik össze ezeket az AOE lefogásokat, ultikat, hogy egyszerűen nincs lehetősége mozdulni az LT-nek, az LT játékosainak, és folyamatosan több emberes chain CC-be tartják őket, és annak ellenére, és Tardeus vagy benne van ebben a CC-lokba, és meghal, pedig annak ellenére nagyon jól játszott ezen a meccsen, és még csak háromszor halt meg, ami bőven kevés a csapatát. Nagyon kevés, befejezte Tardeus a Zonyát, szóval egy menekülő spell-t kapott időzőjében. Illetve Vayne is befejezte a Rage-ből, de az a Sivir, vagy bocsánat, Sivir, Vayne, nagyon-nagyon erős jelenleg, és ha megnézed, simán fel tudnád, csak kicsi a range, az a baj, hogyha meg le fogják flash-elni, megnézed, van ott már a flash-e, ott nem történik semmi, és itt a baronnál lesz a végső harcon, azt mondom. Hát ha jól látom, Whiskey Cola-t leküldték botnére, hogy spiteljen, ugye még ha nem is gyildeled on-hitra azt a Nico-t, bőven tudsz vele split-pusolni a W passzívja miatt, a szétszedi a tornyokat, elkezdi bepusolni a botnén player. Addig nem fog a fight, amíg a Megagnár nem lesz, most CD van a Megagnár, gondolom mindent ki fogja pusolni. Aztán visszajönnek újra, és közben Nico fogja pushni, és van TP is adásul. Sokkal van a befogadni. És közben midlénen még Lovzia is pusholja a minionokat, és gyakorlatilag nagyon szeretné elkezdeni ezt a baront az elte, mert ott van nekik Vayne, ott van azért, pillanatok alatt leavasszák a baront, de nem tudják megkezdeni, mert széthúzzák őket a Debrec egyetemisták, lehúzzák őket most botlane-re Nico által, illetve ugye midlénen Lovzia zavar be folyamatosan ezzel a pusztalára. Nem kell megjegyezni. Közben Ridekát elkapták, amire igaz. Valószínűleg az értébe is fog kezdeni Ridekát, viszont közben baronoznak, amit nem látok képen jelenzést. Gyönyörű volt Lovzinak a flash ultja, mindjárt megfogadok. Annak ellenére, hogy megacsuk, hogy még a Zonyájában túl tudja élni, Tardeus az életét adja ezért a player, de és Nico minden közben Nico-nak még csak TP-znie se kellett. Lovzia 1v2-ben leszedi a solo lanereket, a maradék csapat leszedi a baront, és Whiskey-kóra pedig leszedi a Nexus, és ezzel 3-1-re megnyeri a bronz mérkőzést a Debreceni Egyetem, bebiztosítva ezáltal a harmadik helyütnek a versenyen, és megnyerve a 40.000 forintos IPON utalványt. Hát ezúton is szeretném nekik gratulálni ezért a szép teljesítményért. Ez jó meccs volt. Jelentősen ki szeretném emelni Tadeusznak a játékát, aki egymaga hátra felvette a csapatot. Kicsit ott elcsúszott az early game náluk, ha most már tudták volna húzni még kicsit tovább ezt a hátrányt, hogy esetleg már az olyan szinten split pusheré nőtte ki magát, aki egyszerűen nem tudtak mit csinálni. Meg azt tetszett olyan a DA játékában, hogy felismerték, hogy Tardeus mennyire bekapcsolta a beast módot ezen a meccsen, viszont felismerték, hogy mekkora beast módban van Tardeus, és egyszerűen körbejátszottak. Széthúzták a csapatot. 1-3 egyeztek a két solo laner, ott nyomták az LT-t, ahol nincs Tardeus, folyamatosan megacsupít, és ugye Legacy-t támadták a sideline-eken, és ezáltal elkerülve őt próbálták addig olyan erőnyt kisajtolni, amikor már ellene is meg tudták nyerni a teamfight.